Sziasztok, Szandra vagyok. Mindig azt mondom, hogy én szeretek főként olyan videókat csinálni, amiben van valami hasznos tartalom, akár egy recept, akár szépségápolási termékekről a véleményem, vagy valamilyen kis kreatívkodás. Na hát, ez a videó most nem ilyen lesz, mert hogy nem tudom, kicsit hülyén indult ez a nap, meg valahogy nem vagyok a topon, meg igazából egész héten szerettem volna felvenni egy videót, de konkrétan kettő lakást is elkezdtek felújítani a házban, úgyhogy folyamatosan fúrnak, meg kopácsolnak, szóval még az is lehet, hogy ez a videó is félbe szakad majd emiatt. Szóval igazából semmi extra nem fog történni ebben a videóban, csak megnézhetitek, ahogyan készítek egy, még fogalmam sincs, hogy milyen sminket, és közben beszélek bármiről, amiről szeretnék, meg ami eszembe jut. Úgyhogy aki kíváncsi erre a zagyvaságra, az tartson velem. Na hát ez a nap, ez nem indult könnyen, vagyis hát nem történt igazából semmi extra dolog. Elvittem a gyerekeket reggel az óviba autóval, és volt egy viszonylag nagy hely az óvi előtt, ahova konkrétan azt hiszem ötödjére sikerült beállnom. Pedig azért általában nem szokott problémát jelenteni a parkolás, pláne nem egy akkora helyre, amekkorára most hatodjára vagy ötödjére sikerült beállnom, és már ezen egy kicsit felbosszantottam magam. Igen, és ez meg a másik, hogy fáj az állam, itt lehet, hogy egy kicsit fel is van dagadva, mert hogy tegnap Vince lefejelt, vagy hát nem a klasszikus lefejelés volt, hanem az volt, hogy én lehajoltam, hogy felvegyem őt, Vince meg közben felugrott, tehát gyakorlatilag így a fejével neki csapódott az államnak, de eléggé nagy erővel, úgyhogy azóta fáj az állam, és igazából a fejem is fáj azóta, és azon gondolkodom, hogy lehet, hogy kaptam egy enyhe agyrázkódást, vagy én nem tudom, de igazából semmilyen más tünetem nincsen, szóval nem szédülök, meg nincs hányingerem, nem beszélek félre, nincsenek koordinációs problémáim, meg semmi egyéb tünet nem utal arra, csak fáj azóta a fejem, meg hát fáj itt az állam, ahol beütöttem, meg igazából tegnap még fájt itt az egész állkapcsom is, meg nem tudom, a fogaim is így összekoccantak, szóval, hogy komolyan úgy érzem ma reggel magamat, minthogyha nem tudom, éjjel átment volna rajtam egy úthenger. Na mindegy, szóval elvittem őket az óviban, ott szerencsétlenkedtem a parkolásra, aztán hazaértem, és itt meg nem találtam parkolóhelyet, körülbelül 4 kört kellett mennem, ami szintén nem szokványos. Legtöbbször elsőre sikerült, tehát nem is kell különösebben keresgélnem, de most 4 kört kellett mennem, és ezen is felhúztam magam, szóval majd mindenen felhúztam magamat reggel. Lehet, hogy kellett volna innom egy kávét, mert hogy nem ittam még kávét. Mindegy, majd hogyha befejeztem ezt a videót, most megörültem, hogy csend van, úgyhogy gondoltam, hogy inkább gyorsan felveszem. Jut eszembe, el kell mennem ajándékot venni, mert hogy Lili szülinapi buliba megy, és még nem vettem az ünnepeltnek ajándékot, és ez mindig akkora szenvedés egyébként nekem, mert hogy nyilván tudom, hogy egy ilyenkorú kislánynak, hogy nagyjából miket lehet venni, meg miket szeretnek, de nem tudom, hogy mi az, ami már van neki otthon. Mi van, ha valami olyasmit teszek, ami van otthon, az olyan kellemetlen. Lili azért mondott néhány ötletet, hogy miket szeret a kislány, meg hogy mi az, aminek esetleg örülhet. De hát mindegy, majd délután elmegyek, és hát remélem, hogy találok valami jó pofát. Amúgy nagyon szeretem ezt az alapozót. Mondtam már? Mondtam, mert az előző kedvences videóban benne volt. Szóval most felveszem ezt a videót, aztán utána leülök a gépemhez, megválaszolok egy-két e-mailt, meg szerintem talán van még egy-két feladat, ami mára maradt. Aztán szeretnék majd csinálni egy fotót egy Instagram poszthoz, ami nem szponzorált poszt, hanem én magam szeretnék csinálni egy képet egy témához, amit így kitaláltam, vagy hát amiről így szeretnék beszélgetni veletek. Nem tudok beszélni, miközben ezt csinálom, az a helyzet. Amúgy hallom, hogy most is kopácsolnak, de ez még viszonylag diszkrét zajnak mondható, és hogyha bele is hallatszik a videóban, remélem, hogy nem zavar titeket. Nekem ezek már szinte fel sem tűnnek azokhoz a
fúrásokhoz képest, amik itt az elmúlt napokban voltak, de hát egyébként a felújításnak általában mindig az eleje a legzajosabb, nem? Tehát amikor bontanak, amikor leszedik a, nem tudom, csempét, lebontják a régi dolgokat. Jut eszembe felújítás, kitettem egyik nap egy Insta sztorit, hogy a konyhában újra a régi csempe látszódik, mármint hogy az a ilyen, nem is tudom, barnás, vagy ilyen barackos barnás csempe, ami itt volt, amikor beköltöztünk, és amire én ugye egy ilyen fehér, ilyen 3D hatású csempematricát ragasztottam. Na hát ezt a csempematricát én néhány nappal ezelőtt leszedtem, ugyanis azt meséltem nektek, hogy nyáron volt itt a fürdőszobánkban egy kis probléma, hát konkrétan eláztattuk az alattunk lakót, egy falban lévő csőnek a, nem tudom én, előregedése vagy meghibásodása miatt, és hát a problémának az orvosolásához a konyha felől is meg kellett bontani a falat, amihez el kellett húzni a konyha szekrényt, vagy hát a konyhapultot, meg a mosogatót a faltól, aminek következtében megsérült a csempematrica, és szóval úgy felhúztam magam ezen az egészen, hogy most akkor hogyan javítsam ki, vagy mit lehetne azzal csinálni, hogy állt hetekig, és gondolkodtam a megoldáson, és mivel nem jutottam semmire, ezért néhány nappal ezelőtt fogtam magamat, és leszedtem. Úgyhogy most minden egyes nap, amikor bemegyek a konyhába, hát meglepődöm a látványon, ami ott fogad, mert hogy nekem nagyon nem tetszik az a csempe, ami ott van, és főként azért nem tetszik, mert ilyen random helyeken vannak benne ilyen mintás csempék, amik ráadásul ilyen domborúak, tehát nem egy sima mintás csempe, hanem ilyen így kiemelkedik belőle a minta. Éppen ezért, amikor azon gondolkodtam, hogy akkor mit kezdjek ezzel újfent, akkor például a festést azt teljes mértékben elvetettem, mivel hogyha lefestem, akkor valószínűleg a domború mintás csempéken a minta ugyanúgy ki fog domborodni, és engem az zavar, nem tetszik. Meg nem tudom, én valahogy a csempefestést így konyhában nem igazán tartom praktikusnak. Szóval ott, ahol rendszeresen zsíros foltok fröccsehetnek a csempére, meg olajos foltok, meg mindenféle foltok, és azért úgy tényleg kell rendesen takarítani, én ott ezt valahogy nem tartom a legjobb megoldásnak. Szóval én ennél valami masszívabb dolgot szeretnék, úgyhogy a csempefestést azt teljes mértékben elvetettem. A csempematricával egyébként az a bajom, hogy ugye ami nekünk fent volt most, amit leszedtem, az egy ilyen 3D hatású csempematrica volt, emiatt egy kicsit vastagabb, és valahogy úgy éreztem, hogy nem tapad oda megfelelően ott, ahol ugye a fugák vannak, meg ahol ezek a mintás csempék vannak, szóval, hogy nem simult rá rendesen, hiszen ez egy ilyen merevebb fólia tulajdonképpen. Nem annyira rugalmas, mint a sima, ilyen vékony csempefóliák, vagy csempematricák. Viszont azt meg azért nem szeretnék, mert hogyha nem ugyanolyan kiosztásút választok, mint amilyen kiosztása van most a csempének, akkor ugye ott látszódni fog a fugáknak a helye, meg megint ezek a domború csempék, ahol vannak. Szóval a csempematricát is elvetettem, legalábbis azt gondolom. Úgyhogy valószínűleg valamilyen fali panelt fogunk oda tenni, vagyis hát ez az egyik lehetséges megoldás. Egyrészt néztem az IKEA-s fali paneleket, hogy azok is tök jól néznek ki, és viszonylag egyszerűen egy ilyen sínes megoldással is fel lehet őket tenni, szóval ez szerintem egy elég jó megoldásnak tűnik, és egy sanszos opció. Annyi nehézség van ezzel kapcsolatban, hogy olyan megoldást kell választanunk, ami befér a gázcső mögé, mert hogy ugye van egy gázcsőnk a konyhában, ami mögött viszonylag kevés hely van, szerintem fél centi körülbelül, annál nem hiszem, hogy több. Úgyhogy olyan megoldást kell választanunk, ami hát elfér a gázcső mögött, és úgy láttam, hogy az IKEA-s fali panelek azok ilyen 3-4 mm-esek, tehát az még jó is lehet. Éppen emiatt nem jön szóba az sem, hogy rácsempézünk a most fent lévő csempére, mint ahogyan azt ugye a fürdőszobában is csináltuk. Én, ha nem muszáj, akkor nem venném le a mostani csempét, mert hogy az is megfordult a fejemben, hogy esetleg leverjük, és akkor mi újra csempézünk, de ezt mondjuk ilyen utolsó
opciónak hagynám meg, mert hát ezért az elég nagy munka, meg nagy felfordulás, hát igen, szóval, hogy arra azért tényleg rá kell szánni az időt, meg a helyet, ezt a megoldást ezt így utolsónak hagyom, és valószínűleg, hogy nem is ez lesz, tényleg szerintem valamilyen fali panel lesz. Most annyira dumáltam, hogy lehet, hogy egy kicsit túlpirosítottam magam. Nem, igazából nem érdekel, szeretem a pirosítókat, meg legalább egy kis élettel megtelt az arcom. Úgyhogy igen, most ez a konyhai kérdés van főként porondon, hogy ezzel mi legyen, meg hogy egyáltalán, ha végre eldöntjük, hogy mi legyen vele, akkor mikor csináljuk meg, mert hát nyilván ahhoz azért a férjem is kell. Na mindegy, ez még a jövő zenéje, remélhetőleg a közeljövői, mert azért nem szeretném sokáig húzni ezt a projektet. Amúgy egyébként így a mai nyomottságomat, meg nem tudom, ilyen hülye napomat leszámítva, tök jó napjaim vannak, szóval hogy így tök jól érzem magam, hogy végre mindenki a helyén van, úgymond a gyerekek óvodában, mi dolgozunk a férjemmel, én ugye itthonról dolgozom, és igazából így azt érzem, hogy végre minden a helyére került, meg kezd kialakulni a napi, meg heti rutinunk, én is próbálom azért így strukturálni a napjaimat, mert hogyha az ember otthonról dolgozik, azért könnyen el tud úszni. Tényleg így tök jól kezdenek beállni a napjaink, meg most már kialakult, hogy kinek mikor hol kell lennie, meg így férjemmel is mindig egyeztetünk, hogy akkor nem tudom én esetleg neki mikor kell előbb hazajönnie, mert nekem el kell mennem valahova, vagy éppen melyik gyereket mikor hova kell vinni, szóval hogy így így tökre azt érzem, hogy most ez így nagyon jó, de közben meg, és ezt írtam is egy Instagram posztomban, egy ilyen vihar előtti csend feelingem van, mert szinte egyfolytában amiatt nyugtalankodom, hogy mikor sújt le olyan mértékben a járvány, hogy esetleg újra lezárások lesznek, amit nyilván nagyon nem szeretnék, de hát benne van a pakliban. Azért ez nyugtalanít, megmondom őszintén. De nyilván próbálok nem folyamatosan ezen pörögni, meg nem ezzel foglalkozni. De azért igyekszem egy kicsit így előre dolgozni, meg előre készülni, tehát nem tudom igazából befolyásolni, meg megjósolni, hogy mi lesz, és hát én sajnos nagyon nem szeretem az ilyen bizonytalan helyzeteket. Mármint fejlődtem amúgy ilyen téren az elmúlt években, de azért még mindig nehezen viselem, hogyha valami hirtelen egy más fajta fordulatot vesz, vagy nem úgy történnek a dolgok, ahogyan én ezt elterveztem, vagy valami keresztül húzza a számításaimat, szóval nekem azért ezek olyan szituációk sok esetben, amik túl vannak a komfortzónámon. Most igazából nem tudom, hogy mit csinálok, csak így elkezdtem sminkelgetni. De nincs terv a fejemben, hogy milyen sminket készítsek. Amúgy imádom ezt a MAC palettát. Egy ilyen tökre kis basic paletta, de nagyon jó. Ja, és amúgy úgy sajnálom, volt a MAC-nek most egy ilyen limitált palettája, egy ilyen őszies paletta, amiről sajnos lemaradtam. Gyönyörű volt a csomagolás, hát nyilván belül a színek is azok voltak, de a csomagolás az tényleg ilyen lélegzetelállító volt. És nagyon szerettem volna beszerezni, de sajnos nem sikerült, mert hogy akkor, amikor kikerült az üzletekbe, akkor nem tudtam elmenni egyikbe sem. Hát online meg szintén lemaradtam róla, úgyhogy így jártam. Szerencsére itt van ez a másik, amit nagyon szeretek, csak hát ez más jellegű, mert ez inkább egy ilyen kis basic nude paletta. Most már megmutatom, hogyha már így beszélek róla. Egyébként nem reklám meg semmi, csak szeretem, és azt egyébként meg tényleg nagyon szeretem, hogy ilyen hatalmas tükör van itt a palettában, mert tök jól használható. Tegyek valami csillámosat a szememre. Nem lesz az túl sok. Hát, mindegy, egyefene. Teszek úgyis így ilyen szürke pulcsival rajtam, akkor legalább a szememen legyen valami kis szín. Amúgy ezt nem mondtam, hogy most péntek van, nem tudom, hogy ez
számít-e, de jön a hétvége, és nagyon várom, több időt tölthessek a gyerekekkel, mert elvileg szép idő lesz, a jövő hetem az meg eléggé pörgős lesz, menni fogok egy forgatásra, amiről most még azért nem beszélek, mert nem tudom, hogy beszélhetek-e róla, mármint, hogy nem akarok így titkolózni, meg semmi ilyesmi, de egy ilyen jó ügyjel kapcsolatos forgatás lesz, hogyha mondhatom ilyesmit, vagy hát ilyen érzékenyítés, talán inkább úgy mondanám, úgyhogy nagyon örülök neki, hogy részt vehetek ebben a projektben, és alig várom majd, hogy veletek is megoszthassam azt a videót, mert tényleg nagyon örültem ennek a felkérésnek, hogy rám is gondoltak ennek a kisfilmnek a kapcsán. Oh yeah! Na, egyre jobban tetszik ez a smink. Tényleg zseni ez a kis paletta. Na jó, most már senki nem fogja elhinni nekem, hogy ez nem reklám. Ugye reklámokról jut eszembe, hogy nem is tudom, múltkor kinél láttam, hogy így értekezett róla Instagramon. Az az igazság ugye reklámokkal kapcsolatban, hogy szerintem mindenkinek más az inger küszöbe, hogy mi az, amit még így elvisel, vagy mi az, ami tetszik neki, vagy mi az, amit szeret így reklámokat mondjuk Instagramon, akkor nézzük ezt. Olyan is lehet, hogy ami az egyik embernél fel sem tűnik, hogy ez reklám, a másik embernél meg azonnal kiszúrod, hogy az, és mondjuk csak azért sem lájkolod, csak azért sem írsz hozzá kommentet, hogy nehogy már jó legyen neki, amit mondjuk én soha nem értettem egyébként, de tudom, hogy vannak, akik így működnek. És az a helyzet, hogy persze nálam is vannak reklámok, és igyekszem nem túltolni, de lehet, hogy valakinek az a mennyiség is sok, amit nálam látsz, vagy ez tényleg tökre egyedi, vagy egyéni dolog. Nyilván az emberek csak azt látják, hogy mennyi reklám van, azt nem látják, hogy egyébként mennyi lehetne. Mert hogy igen, nekem is egy csomó reklám felkérés érkezik. Ez most lehet, hogy ilyen nagyképűen fog hangzani, de nem szeretném, hogyha annak tűnne. De meg tudnék élni csak abból, hogy reklámozok Instagramon, meg YouTube-on, meg így a közösségi média oldalaimon, de nem szeretnék, mert hogy én nem akarok elvállalni minden egyes ilyen együttműködési felkérést, ami érkezik hozzám, mert hogy ezeknek a felkéréseknek hát a háromnegyede biztos, hogy olyan, amit én nem tudnék jó szívvel vállalni. Szóval, hogy én ebből ilyen lelkiismereti kérdést csinálok, hogy nem vállalok el egyszerűen mindent, mert nem érezném önazonosnak. Valakit ez nem érdekel, szóval nem mindenki agyal rajta ennyit, mint én, de szerencsére nagyon sokan vannak mások is, akik hozzám hasonlóan gondolkodnak. Csak ez olyan érdekes, hogy ugye az emberek meg mondják, hogy jaj, sok a reklám, miközben igazából jóval több is lehetne, csak én nem akarom, hogy több legyen. Most nem akarom szennek beállítani magam, mert nyilván ez egy biznisz, ez egy üzlet, nyilván a reklámozásért én pénzt kapok, vagy terméket, vagy bármi mást, szóval, hogy nem akarok álszent lenni, igen, ezzel keresek pénzt, de elsősorban nem emiatt vállalom, hanem mert egyrészt tök jó érzés, hogyha egy olyan márka, amit szeretek, vagy ami szimpatikus számomra az megkeres, hogy szeretne velem dolgozni, és nekem ez mindig ilyen kihívás, hogy mit tudok kihozni egy együttműködésből, hogy milyen tartalmakat tudok hozzá kitalálni, hogyan tudom kreatívan megoldani, vagy viccesen megoldani, hogy ne csak annyi legyen, hogy így mosolygok egy valamilyen tubussal, hanem hogy úgy valami kis plusz, valami legyen benne, ami nektek jó, ami miatt nektek tetszeni fog, ami miatt nevettek egyet rajta, ami miatt érdekes lesz számotokra, vagy tartalmas, vagy hasznos. Szóval ez egy ilyen tök jó kis challenge magamnak, hogy mit tudok kihozni ezekből az együttműködésekből. És azért legtöbb esetben úgy veszem észre, hogy tetszenek nektek ezek a tartalmak, és ez nekem egy tökre fontos visszajelzés, és tökre jó érzés, mert akkor így azt látom, hogy illenek hozzám azok az együttműködések, amiket én elvállalok, és nem csak én érzem így, hanem ti is úgy érzitek, és ez nagyon fontos nekem.
Úgyhogy ezúton is szeretném megköszönni a visszajelzéseiteket. Nem csak a reklámposztokhoz, hanem úgy általában minden poszthoz, hogyha írtok kommentet, akkor az nekem tök sokat jelent. És elnézést kérek, hogyha valakinek nem tudok válaszolni, mert hogy nekem ki vannak kapcsolva az értesítések Instagramon, ugyanis hogyha nem kapcsolnám ki, akkor folyamatosan jönnének a telefonomra, és merítenék a telefonomat, meg hát nyilván nem is akarom ennyire így túlterhelni magam úgymond ilyen ingerekkel, hogy folyamatosan jönnek az értesítések, és állandóan nem tudom, én azt bámulom a telefonom képernyőjén. De hogy ezért így igyekszem minél több embernek reagálni, mert tényleg sokat jelent nekem az, hogy akár ilyen módon is támogattok. Most nézzük ezt az új spirált. Ezt a L'Oréal-tól kaptam, Volume Million Lashes Extra Black. És ezt még nem használtam szerintem. De szimpatikusnak tűnik. De próbálom nem összekenni a szemhéjamat. Na, eddig jó vagyok. Még egy téma eszembe jutott, amilyen hot topic volt az elmúlt napokban. A Kerekmese csatornán ez a Tomi mese, ami az örökbefogadásról, vagy valami olyasmiről szólt. Nem tudom, hogy ki az, aki látta, ki az, aki nem látta, hát elég nagy visszhangot váltott ki, ami érthető, mert hogy szerintem nagyon gáz volt az a mese. Szóval eleve az, hogy ez egy olyan csatornára került fel, ahol kifejezetten gyerekeknek szóló tartalom van. Tehát ez a mese gyerekeknek készült, elvileg, mert hogy szerintem abszolút nem gyerekmese, mégis egy gyerekmese csatornára került fel, ami szerintem borzasztóan káros, mert hogy persze tudom, a szülő felelős azért, hogy a gyerek mit néz YouTube-on, de igenis előfordulhat olyan, hogy valahogy oda keveredik a gyerek, megnézi, nem érti, hogy mi az, amit lát, vagy hát igazából nem is az, hogy nem érti, hanem az, ami ott van, azt ő gyakorlatilag készpénznek veszi, így simán lehet olyan, hogy a gyerek így elraktározza magában azt, amit ott látott, és mondjuk adott esetben elkezd szorongani emiatt. Szóval számomra döbbenetes volt. Egyrészt maga ez a mese is, az, ahogyan így az örökbefogadással kapcsolatban voltak benne dolgok, meg az a hihetetlen rasszizmus és sztereotipizálás, ami megjelent benne. Tényleg elképesztő számomra ez is, meg az is, ahogyan a készítők reagáltak erre az egészre, és azt mondták, hogy hát már pedig ők nem fogják leszedni, és elmagyarázták, hogy szerintük ez a mese miért nem gáz, és rátettek egy ilyen 18-as karikát, amivel nem túlzottan nehéz így sem hozzáférni ehhez a meséhez. Tényleg elképesztő számomra, hogy az emberek mennyire, nem is tudom, érzéketlenek lettek, szóval az, hogy egyetlen egy ilyen mese megszülethet, és kikerülhet, és utána a készítői ilyen módon reagáljanak erre az egészre, az számomra egész egyszerűen felháborító. És tényleg nem tudom, hogy minek kellett volna történnie ahhoz, hogy ez a mese lekerüljön arra a csatornáról. Aki nem tudja, hogy miről van szó, az nézze meg, én itt most nem akarok erről többet beszélni, csak így eszembe jutott, és szerettem volna megemlíteni, de szerintem borzasztóan gáz mind az örökbefogadók szempontjából, mind az örökbefogadott gyerekek szempontjából, vagy akár egy átlagos, nem örökbefogadott kisgyerek szempontjából is, illetve hát olyan szintű sztereotípiák vannak benne, és nem is értem egyszerűen komolyan, hogy mit nem értettek ezen a készítők, hogy mi a probléma ezzel a mesével, mikor többször, több helyen, több szakértő elmagyarázta, hogy ez és ez és ez és ez és ez a probléma vele, de szerintük semmi gond nincsen a mesével, és nem kellett törölni. Hát gratulálok hozzá. Most, hogy befejeztem a monológomat, dobok még fel egy szájfényt. Most már hallom, hogy egyre többet kopácsolnak. Így lehet, hogy beindul a munka. Na, hát sikerült azért kicsit extráznom magamat.
egészen elégedett vagyok a végeredménnyel. És hát remélem, hogy tetszett nektek ez a random beszélgetős videó. Köszönöm, hogy velem tartottatok, és remélem, hogy találkozunk következő alkalommal is, ami nem tudom, hogy mikor lesz, hogyha itt folyamatos fúrás, faragás, kopácsolás lesz, de bízom benne, hogy azért nem kell majd sokat várni a következő videóra. Köszönöm, hogy itt voltatok, és legyen szép napotok! Sziasztok!